Egy helybéli férfi kért segítséget a rendőröktől Tiszakécskén, miután két napja nem látta idős, nehezen mozgó ismerősét. Telefonon sem érte el, és hiába csengetett be hozzá, nem érkezett válasz. Egy idősebb személy kerékpárral érkezett a rendőrhöz segítséget kérni hatóságunkhoz. Ekkor oda elmondta a problémáját, hogy napok óta nem látta barátját, körülbelül egy két napja nem jelez feléje, nem nyit ajtót, illetve nem ad magáról életjelet. Ezután vele együtt a címre vonultunk, az ingatlannál csengettünk, kopogtattunk, viszont senki nem nyitott ajtót, ezt követően láttuk a kerítésen keresztül, hogy ég bent a lámpa. Az idős személynek a barátja elmondta, hogy pár nappal ezelőtt a kerítést ő javította meg, azonban azt kis károkozással ki tudja nyitni, kinyitotta, ezt követően bementünk Szia Tilla rendőr főtőzsömester kollégával, illetve Szabó Csilla őrmester kolléganővel. Kinyitottuk az ajtót, amely nyitott állapotban volt, ekkor az ingatlanba lépve észleltük a szemét, hogy a földön fekszik, rá van borulva a szekrény, ekkor Szia Tilla kollega a szekrényt leemelte, ezt követően segítségével kihúztuk a szemét a szekrény alól. Ez idő alatt Szabó Csilla pedig mentőt kért a helyszínre a személy orvosi ellátása céljából. A hatóság szerint az idős férfi már 2-3 napja feküdhetett így, mire megérkezett a segítség. A rendőrök kiszabadították, majd biztonságos helyre vitték, és hívták a mentőket, akik kórházba szállították.